egy kis játék a Nyíregyházi Baptista Gyülekezet családi napközijében. Megnyitotta kapuit, várják a gyerekeket a Gyermek Éden, Gyermek mosoly és Gyermek Kacaj családi napközik. Mindháromban hét gyermek ellátása biztosítható. Kis létszámú csoportokban két felnőtt gondozó foglalkozik a gyerekekkel. Pedagógusok, dajkák és védőnő is dolgozik az intézményben, amely összesen 21 gyermeket tud fogadni. A projekt keretében minden dolgozónk támogatott képzésben vesz részt, amely a napközi magas színvonalú működtetéséhez járul hozzá. Ezen képzések elősegítik a ránk bizott gyermekek kis egészséges testi, lelki, szellemi és érzelmi fejlődését, kis csoportos foglalkozás keretei között keresztény értékrend közvetítése mellett. A családi napköziben minden adott, ami a gyerekek színvonalas ellátásához szükséges. Játékok, tisztálkodási eszközök, ágyneműk, evőeszközök a kicsik rendelkezésére állnak. A zárt, biztonságos és tágas udvaron pedig kedvükre játszhatnak. A családi napközi gondos és védelmet nyújtó ellátás az egy-három éves korú gyerekek számára. Az anyukáknak a legfontosabb az, hogy biztonságban jó helyen tudják a kicsiket, ha visszamennek dolgozni. Itt rugalmas időbeosztásban is tudják fogadni a gyerekeket, és délutáni gyermekfelügyeletet is vállalnak. Az intézmény törekszik arra, hogy fejlesztő foglalkozásokat is beiktassanak a mindennapokba. Személyre szabott képességfejlesztés, mozgásfejlesztés, beszédfejlesztés szerepel a programunkban, melyekhez a projekt keretében fejlesztő eszközöket és játékokat tudtunk beszerezni. Minden gyermek csoda, a hozzávezető útnak is annak kell lennie, ez a gyermekéden családi napközi alapelve. A családi napközi nyíregyházán az új utcán várja a gyerekeket, a szülők honlapjukon vagy személyesen kereshetik fel az intézményt, bővebb információkért.